Sziasztok! Megint este veszem föl, mint ez látható, de ez van, lehet, hogy lassan ez már így is marad. Bár jó lenne, ha nem így lenne, de sajnos ugye a mindennapi időm az eléggé korlátozott. A gyerekek tanulása, a tanítása miatt, de hát ez van, tudjátok. Nézzük, hogy mit kapunk mára. Megint Lidérc fényeket kell gyűjteni. Naplemente szigetek, oké. Na. Itt is vagyunk. Hú, de cikáznak. Itt is így cikáztak, nem tudom, emlékszek. Olyan lassabbnak tűntek eddig, vagy nem tudom, de lehet csak rosszul emlékszek. Vagy lehet, én vagyok csak túl fáradt, és azért tűnnek olyan izgágának. Na. Mindig valamiért úgy tűnik, mintha itt lenne közel, és közül tök messze van. Nagyon furcsa ezeket a fényeket behatárolni, hogy milyen távolságban vannak. Várjunk, ma kb. Majdnem az összeset össze kell gyűjteni, mi? Na. Igen, mert ez nem edzés. Jaj, Bella, ne felejtsd el. Az edzésben van, csak az, hogy ilyen keveset kell. Na, még négyet. Valahogy kapkodjunk össze. Na, szuper. És akkor nézzük, mi a másik. Megint kikapcsolni a masinát, hát ez szuper. De szerintem most már menni fog. Na, gyorsan vessük is bele magunkat. Na, pont eltűnt, akkor a mákon volt. Nem tudom, de ilyenkor, amikor sebezhetetlen a ló, akkor olyan, mintha nem tudna annyira fordulni, vagy komolyan úgy érzem, hogy nem úgy fordul, ahogy kéne. És ezen már sokat gondolkoztam, hogy csak én képzelem be a szaggatózás miatt, vagy tényleg így van, de nem tudom. Na, a vadlovak, oké, kicsit furán nézett ki. Na. Oké. Jaj. Így eltűnik, jó, mindegy. Hát ez hihetetlen. Pont eltűnt. Na, hát most már megy, úgy látom. Jó, most nyilván mondjuk itt sík nyílt terep van, nincsenek tereptárgyak, de azt hiszem, hogy belejöttem ebbe is most már. Na, úgyhogy
mondjuk ti nem látod, most nem láttatok, hogy mit néztem, de az mindegy. Ez az állás akkor, úgyhogy holnap akkor megfogjuk ezt a tudós könyvet is szerezni. Ez már biztos, mert az edzésekkel nyilván meg lesz, úgyhogy utána meg tényleg mi is van. A következő dolog, az az északi druida cseki lesz. Aha, jó. Akkor a set további része gyakorlatilag. Úgyhogy most azt nem mutatom meg, mert minek, majd úgyis megnézitek akkor. Mármint, hogy... Ja, mindegy, nem mutatom meg addig. Felesleges. Aztán... Szerintem akkor az is ilyen kb. Két nap alatt összegyűjthetős lesz. Tehát most úgy így, jó, nem akarom elkiabálni, de most is igazából úgy látom, hogy két nap alatt így összejött a következő jutalom, úgyhogy talán haladósabb lesz ez egy kicsit, mint az elején. Főleg, hogy azért elég sok jutalom van még, tehát gondolom, hogy azért viszonylag sűrűn kell jönnie, bár... De várj, most nézd, hogy mindig oda van írva. Na, hát ez eddig fel se tűnt. Aha. Jó, nem egészen volt igazam, mert ugye itt még kevesebb a kettő között különbség, mint utána. Igen, mert itt még 2000, aztán 3000, de itt is 3000, jött megint 2000. Ó, itt viszont már egy nagyobb ugrás van, aha. Jó, mindegy. Hát most még akkor itt még ezek viszonylag hamar meg lesznek, aztán utána meglátjuk. A lényeg az az, hogy haladunk, és majd csak meg lesz előbb-utóbb az összes cucc, meg ugye a ló is. De addig remélem, hogy velem tartotok, és még nézitek további részeket is. Remélem, hogy még mindig érdekel titeket, és legyen lilasztikus napotok, lilasztok!